Vörös Sándor, a szegény asszony könyve. Egy szegény nő, Isten látja, nincs a földön egy barátja. Ak, szegény és gyámoltalan, ül magán a csöndes lakban. Gyásza nincsen, gyásza rég volt, még minden jó férje meghalt. De ruhája mégis gyászol, szíve fél a tárkaságtól. Dolga nincsen, hogy volna dolga, kis ebédhez nem kell szolga. S az ebédnél nincs vendége, csak a múlt idők emléke. Aki maga nézetába, azt az étel nem táplálja. Több annak a gondolatja, mint amennyi jó falatja. Gondol vissza, s előre, a sok jó, s bal időre. S félig étel, félig bánat, mindkettőbe belefáradt. Hely, nem így volt hajdanában, mind nem járt özvegy ruhában. Tele kamra, tele pince, s mindig kézben a klincse. És szegénynek, s boldognak, udvar, ház nyitva voltak. Vendéget nem kell lekérni, önként szoktak ülbetérni. Víz dicséri, bor fecséri, s a gazdát nem kíméli. A szegényt, kit Isten küldött, ide gyakran beköszöntött. S azon, mit innen elvitt lelkében, nem tört meg a hit. Nem hideg pénz, hideg arcok. Ellenség volt az ajándok. S ha néha úgy történik, bár meg ritkán nem jön vendég, akkor sem önüres a ház, bőven volt az Isten áldás. Jobbra-balra a sok gyermek játszadoztak, s verkedtek, s gondja írt az anyának sok bajt, s örmet adának. Haj, azóta csak bút látott, hogy a gazda sírva szállott. Gyermekei szétfutottak, nap keletnek, nap nyugat. S a szegény nő elhagyatva úgy maradt, mint a szedett fa. Az idő jár, s ő csak megvan, hol reményben, hol bánatban. Szűkednek kis vagyonából, s ha néha sorsa fordul, gazdálkodni még most sem tud. Ha neki van, másnak is jut. Jobb időkből rossz szokásra, hogy a könnyeket ne lássa, megfelezi kis kamráját, s maga gyakran szükséget lát. Most ott ül az asztal mellett, ima könyvében keresget. Könyvét hívják rózsás kertnek, melyben szent rózsák teremnek. Régi jó, de kopott jószág, melyet a barátság s egy pár ernyett szál tart össze, oly igen meg van viselve. S így kopognak, s köhentve a jó öreg sára lép be. Isten áldja meg, nagyasszony, most csak ugyan legjobb itthon. Jó, hogy ilyenkor ki nem jár, majd elveszte olyan nagy a sár. Hát mi ott hozott sárra, néni? Istenem, bár tudnék hozni. Egy kéréssel jöttem volna, ha miattam meg nem szólna. Oly nehéz most a szegénynek, tám jobb volna, ha nem is élnek. Imádságos könyvet kérnék, higgye meg, most oly jól esnék. Mert hiszen, ha már az ember szép szerint jól lakni sem mer, már ha szűken él kenyérrel, éljen Isten igéjével. Így legalább árva a lelkünk, az imádság tartja bennünk. Itt tudom, van heverőben, adjon az Isten nevében. Jó asszony, felett az összegy. Könyvem nincs több, csak ez az egy. De ha már úgy megkívánta, s ettől függ boldogsága. Vegye egyfelét jó névvel, én beírem másfelével. S fele ide, fele oda, könyvét két felé osztotta. Most a két jó öreg asszony, hogy semmi jót nem ulasszom. Fél könyvből, de nem fél szívvel, imádkoznak este, reggel. S ha van Isten a mennyországban, nem imádkozzak hiába.